Német magnat cég elkészített egy az átlagosnál sokkal kisebb méretű hangfalat, ami egyébként egész jól szól, és úgy hívják, hogy Magna Quantum Edelstein. Nagyon sokan szeretik a nagy padlónálló háromutas toronyhangfalakat, sokan beillesztenek még egy plusz aktív mélládát vagy mélládákat a hangrendszerükbe annak érdekében, hogy még monumentálisabb és testesebb hangerőt, hangnyomás szintet hozzanak létre. Viszont van egy másik felhasználói réteg, akik pont az ellenkezőjét próbálják elérni. Szeretnének valamit a tévé mellé, vagy az irodába, vagy a hálószobába, ami kicsi, egyszerű, minimalista, nem akarnak hangfaltengert, csak valami kicsit akarnak, ami nagyot szól, és nekik lehet egy érdekes megoldás a Magna Quantum Edelstein. Ugyanis ennek a hangfalnak pont az az extrája, hogy nem kell hozzá semmi egyéb, ez a kis doboz önmagában elvégzi a munka nagy részét. Igazából mindent megtesz nekünk, hogy meg legyen oldva a probléma. Kicsi dobozzal állunk szemben, amiben igazából mindössze egy 11 cm-es mélyközép hangszóró fért el a 2,5 cm-s light dome magassugárzó mellé, és ez alapján, a specifikáció alapján sokan már eleve tovább állnának, hogy ez kicsi, ez nem elég. És tény és való, hogy ha egy normál hifi rendszerről beszélünk, abban tényleg nem lesz elég egy ilyen hangfal. Ideális hallgatói távolság, ideális szobageometria és akusztika mellett kicsit karcsú lehet, de vannak olyan szituációk, mint például ez a szoba, amiben most is vagyunk. Itt tipikusan közel van a hátsó falhoz, a mögötte lévő falhoz a hangsugárzó, és mi is nagyon közelülünk mögöttünk lévő falfelülethez. És ezek azok a szituációk, amikor a kis Quantum Edelstein hátulján úgymond kipüfögő, kipufogó basszusok azonnal visszaverődnek a mögöttünk lévő falról, így ebből a kicsi dobozból érkező mi hangokat is sokkal erősebbnek fogjuk, sokkal intenzívebbnek fogjuk érzékelni, mint amekkorák valójában. Az eredmény pedig az, hogy megabrutál basszusokat kapunk egy nevetségesen kicsi dobozból. A német fejlesztők bátorkodtak egy kicsit játszani a dizájnnal, aminek eredményeként tulajdonképpen a Quantum Edelstein az eddigi legcsinosabb magnat hangfal, amit eddig kipróbáltunk. Ez érthető is, hiszen ez már nem belépő kategóriás doboz, a pár ára van körülbelül 150-200 ezer forint között. Cserébe ez olyan konstrukciót takar, ami a maga kategóriájában elvárható és korrektnek mondható. Az előlap az nem műanyag, hanem szálcsiszolt alumínium. Ráadásul így oldalról ez kb. Egy fél centis vastagságú alumínium lemeznek tűnik. A padló lemez szintén szálcsiszolt, fekete alumínium, nagyon elegáns, illetve még egy kis extra trükk dizájn tekintetében, hogy betettek ide egy akril lapot, ami nagyon dekoratív tud lenni, hogyha majd este egy felkapcsolt lámpa mellett zenét hallgatunk, vagy filmezünk, akkor kicsit azt az illúziót kapjuk, mintha lebegne a hangfal a semmiben. Nagyon érdekes megoldás. A doboz hátulja ugyancsak némiképpen igazolja a német precizitást. Egy letisztult, civilizált külsőt kapunk, nyílegyenesen kiálló, banándugó kompatibilis ajzattal. Ez a megoldás olyan szempontból jobb, mint például a ferdén álló csatlakozók, hogy ebben nem csak blankolt végű, hanem akár sarus kábelt is be tudunk fűzni, anélkül, hogy megtörne a vezeték. Egy szóval egy abszolút letisztult, mondhatni felhasználó barát rendszert hozott létre a Magnat. Az egyetlen kompromisszumot a szokásosnál nagyobb, illetve a vártnál nagyobb dobozmélység jelenti. Nyilván ezt annak érdekében kellett megvalósítania a dizájnereknek, hogy egy ilyen szobában, mint amiben most ülünk, a vártnál nagyobb basszusokat lehessen elérni. A Magna Quantum Edelsteinről még ennél azért sokkal többet elárunk nektek, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Összeszedtük az elmúlt néhány hét alatt szerzett, róla kialakult tapasztalatunkat, véleményünket, el tudjátok olvasni, ugyanúgy, mint mindig, most is a videó alatti hivatkozásra kell ehhez kattintani, hogyha pedig további hifi és házimozi újdonságokat, érdekességeket szeretnétek látni, akkor gyertek vissza máskor is, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és lájkoljatok minket Facebookon. Sziasztok!